Az elmúlt napokban már számtalan helyen megjelentek a legfrissebb orvos elvándorlással kapcsolatos adatok, amelyek azt mutatják, hogy most már nem csak az orvosok, de az ápolók esetében is. Az a negatív folyamat, amely korábban éveken keresztül állt, hogy orvosok ápolók mentek külföldre, ez a folyamat megfordul látszik, ez a romló tendencia lassulni látszik egyre kevesebb orvos és egyre kevesebb ápoló kér most már engedélyt ahhoz, hogy külföldön végezhessen munkát. Azok az intézkedések, tehát amelyeket a kormány meghozott, már korábban megfordították az orvos elvándorlási trendeket, és öt év alatt megfelezték a külföldre menő orvosoknak a számát. Ápolóknál pedig most az utóbbi években értünk el egy először egy stagnálást, most pedig egy pozitív forlatot, és 15%-a sikerült egy év alatt csökkenti a külföldre menő ápolóknak a számát. Ahogy mondtam, önöknek négy ukra lehet talán a leginkább visszavezetni ezeket a pozitív számokat. Az egyik a béremeléseknek a kérdése, a másik a rezidens támogatási programnak a bevezetése, a harmadik a fejlesztések, az egészségügyi fejlesztések, amelyek vidéken 500 milliárd forint értékben valósultak meg az elmúlt esztendőkben, és idén pedig az idejévő költségvetésből 40 milliárd forint értékben Budapesten is folytatódnak az egészségügyi fejlesztések a szuperkórház és társkórházak viszonylatában, illetőleg a bővülő egészségügyi források.